a mozgás és az egészséges életmód jegyében, valamint a hulladékmegelőzést és az újrahasznosítást szem előtt tartva futóversenyeket rendeznek Székesfehérváron június 6-án pünköst hétfőn. Az Alba Régia Atlétikai Klub, a Deponia Nonprofit Kft., valamint Székesfehérvár önkormányzatának szervezésében megvalósuló események a családok és a munkahelyi közösségek számára biztosítanak sportolási lehetőséget. A 11. TESZ futást a Várkörúton egyéniben 4,8 kilométeren 3 körben, vagy 11,2 kilométeren 7 körben, illetve 3 fős váltóban 7 körben kell teljesíteni. Különösebb készülés nem kell rá, mert 4,8 és 11 kilométeres távokon szeretnénk, ha indulnának. 11 a bátrabb, aki a 4,8 kilométer, azt bárki nyugodtan belevághat mindenféle komolyabb felkészültség nélkül. A Deponia futásnak az egy kör, az 1,6 kilométer, pedig aztán kicsiktől nagyokig bárkinek boldogan ajánljuk. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából megrendezett Deponia futásra jelképesen egy laposra taposott PET palackkal lehet jelentkezni. Ha mindenki úgymond jól szemetel, kevés olyan terméket vásárol, ami sok hulladékot termel, akkor már nagyon-nagyon sok mindent megtettünk a környezetünk védelmében. Úgyhogy igazából 11 évvel ezelőtt is ez volt a célunk ezzel a támogatással is, illetve ezzel az akcióval, és ma is, akkor is aktuális volt, és ma is, azt gondolom. A versenyekre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a nevezéssel kapcsolatos bővebb információkat a www.arakatletika.hu/tesz oldalon lehet megtalálni.